Zászlós felvonulás, néhány tánclépés a községháza előtt is ünnepélyes megnyitó. Így kezdődött péntek este a 6. Óbecsei Folkfest. A nézők nagy része visszajáró vendége ennek a rendezvénynek. Minden évben kijövünk, minden évben nagyon-nagyon tetszik ez a műsor, meg valami történik Becsén. Na, tényleg ez egy esemény minden évben. A házigazdák, az Óbecsei Gidó Művelődési Egyesület táncosai minden este színpadra állnak, a tavaly elmaradt jubileumi nagykoncert helyett így ünneplik fennállásuk 40. évfordulóját. 40 година, то су генерације које су од моје генерације па до унука играју и ми то пратимо. То је лепо за Бечеј и долазе гостовања. 4 nap alatt csak nem 400 táncos lép fel a településen, de a járványhelyzet miatt most a szokásosnál kevesebb a külföldi vendég, és több a belföldi hagyományápoló. Cilj je da Bečej kao grad koji ima dva jaka kulturno-umetnička društva, da kažemo i Petef i Šandor i Đido iz Bečeja, koji već dugo godina uspešno predstavljaju naš grad i našu kulturu. Jednostavno, hteli smo da u naš grad dovedemo grupe i da mi budemo jedna vrsta oaze folklorne, gde ćemo pružiti priliku svima da se upoznaju sa raznim kulturama, sa muzikom, sa pesmama. A fesztivál kísérő rendezvényeként egy pazar kiállítás mutatja be a különböző tájegységek népviseleteit a Városi Színház körgalériájában. A tárlaton a Gyidó és a topolyai Vuk Stefanovics Karadzsics Szerb Kulturális Központ értékes népművészeti anyagát tekinthetik meg az érdeklődők. Na taj način želimo da edukujemo po sve posjetioce festivala, kako Bečejce, tako i gosti iz okoline, naravno gosti iz inostranstva, da nauče nešto o lepotama i raskoši narodnih nošnji Srbije. A hétfőig tartó rendezvény programjai este 8-kor kezdődnek a főtéren, ahol kirakodó vásár is várja a látogatókat.